Éme Magyarország első robotpincére, amelyet Győrben még a Kiber ma is letesztelt. Ez pedig a jövő, amit szintén egy robot szervíroz, méghozzá még ebben az évben. Ismerjétek meg Mólit, a világ első robot szakácsát. Ő tulajdonképpen két dolgos robotkar, melyeket a konyhapultba illesztettek, és így akár a világ legjobb mesterszakácsainak instrukciói alapján is elkészíthetik a vacsit, összedobhatják a reggelit vagy az uzsi csomagot apunak, méghozzá pikpak. A koncepció egy videófilmmel indult 2014. januárjában, aztán 2015-ben meg is nyerték a Shanghai CES koncepciódíját, majd elindult a fejlesztés, és tadám, 2019-ben a gyártás is. Úgy tűnik, semmi sem állítja meg a céget. Hamarosan kijönnek az 1.0-as verzióval, melyben a BBC Masterchef show győztes Tim Anderson mozdulatait és receptjeit integrálják két robotkézbe. A csapat egyébként rekordidő alatt tervezte meg a konyhák jövőjét, vagyis a jövő konyháját. Pontosabban annak négy integrált kulcselemét, a dolgos és intelligens robotkarokat, a hipermodern sütőt, a főzőlapot és az érintő képernyős beavatkozó felületet. Persze nem csak ez utóbbival, hanem okostelefonnal távolról is munkára fogható a két robotkar, amelyek használaton kívül beépülnek és láthatatlanná válnak a szekrényben. Móli már a fejlesztési időszakban beindította a gasztroipar fantáziáját. A közösségi finanszírozással összekalapozott alaptőke elsősorban a légiközlekedés, a világ vezető étteremláncai, a konyhatechnikai ágazat és minő meglepetés a szakácsképzőiskolák felől érkezett. Nyilván senki nem akar lemaradni a versenyben, pláne amikor kiderült, hogy a 15 ezer dolláros, vagyis 4,5 millió forintos konyha nem csak több ezer mesterszakács recepttel érkezik, hanem egy úgynevezett árnyék funkcióval is. Ez azt jelenti, hogy a gazdi bármilyen konyhai munkafolyamatát képes rögzíteni és leutánozni. Ki ne akarná az örökké valóságnak megőrizni és bármikor reprodukáltatni konyha művészetének legmerészebb titkait.